Egy idézettel kezdem a kiállítás megnyitók második leggyakoribb mondatával, hogy hölgyeim és uraim. Szóval az egy pár evezős szánkó nagyon adta volna magát, hogy címe legyen a megnyitónak, és voltak még aspiránsok számosan, végül jobbnak láttam, ha nem adok címet, az se, hogy evez a groteszk tengerén, holott ilyesmiről van szó, ha szó van, és azt se, hogy népművészeti balta, vagy egész kis hibával tükröződő cipők, hisz az egyes munkáinak nem adott címet az alkotó sem, se leírólag, se segéd egyenesileg. Jól tette. Én se leszükíteni akarom az értelmezést, inkább szavakat próbálgatok, némely kézreálló oximoront, fűrész Tannenbaum, rinocérosz csecsemő, emberszabás minta, de nem folytatom. A kislány és a kisfiú szövevényes balladáját, folytatásos regényét, ami akár egy kiállítás vezérfonalának is tekinthető, eszemben sincs szóképesíteni, viszont szóba hozni fontos, ahogy a festőnek is fontos volt újra és újra ezt, illetve ebből festeni. Idézem, azt festem, ami nincs, de jó lenne, ha lenne, illetve ami nincs, és jó lenne, ha nem is lenne. Vagyis a nincs, ami van. Ez van. A nincsek gazdagsága. A néző, a szabad képolvasó majd eldönti, hogy a számára melyik kép melyik kategóriába tartozik. Ez a megnyitó szöveg tegnap még gunnyadt a Pnáthaködben, pedig kora reggel majdnem megírtam. Már ahogy reggeli ordugult félálmában az ember bármit is megír, laza párát az üvegen. Mire kinyitja a szemét, sehol nincs. Esetként fény lett a keramit a Katona József utca végében, meg annyi lófogsor. Ősz, ami kitart karácsonyig, félnyári napokkal. Egész éjjel a kiszáradt számmal küzdöttem. Hol én nyertem, hol a szám. László Kis Dezső nagyon számomra való művész. Van a munkáiban valami magától értetődő szabadkozás, és ezt tessék a szabad felől érteni. Ebből a teremből nézve nem is értem, hogy nem ismertem a munkáit korábban, illetve miért gondolom most, hogy dehogy nem. Nyilván azért, mert ezt a derűs szorongást eléggé ismerem a saját praxisomból. Homá ide vagy oda, az említett félállom statisztái, szabadidős poroltók, felvillantak tikkelő neonfény, aztán megint a sötét. Persze ezt már írom, illetve írtam, fikció, legfeljebb álom alapú, a nincs, a vanja. Hangárszerű magas építményben ültek, esetleg széles ipari kémény, szürkekék vaskapukkal. Gázola illatuk volt, építettek, egyszer mint bontottak valamit a szín sötétben. Nem pazarolunk se poroltót, se generátort, csak ha jön a főnök, mondta egy illető. Az volt az érzésem, a hajnalra érti. A hajnal, mint személy. Próbált egy zenekar a háttérben, vagy a magasban. Nézem, csak megmondta. Ezek tudnak röptükben is játszani. Sötétben. Ha nem jut eszükbe semmi, akkor is. Ha nem jut eszembe semmi, hozok valamit a létbüféből, morogtam. Persze, ebben a korban hogy ne jutna? Hogy jutna?
egy szűkszavú falregény, várt és váratlan kapcsolódások, visszatérő motivumok, ötlet, ami jellé sűrűsödik, furúja, ami lábszárba szökken és viszont. Jó gyerekek képeskönyve, óvodai jelek felnőtteknek, Mándi novellák metafizikus piktogramként elbeszélve, netán piktodekaként, vagy piktokilló, de mindenképp gramban kifejezve az arányosság az elegancia patika mérlegén. A hangár gazdája nem akart beengedni a vasajtón, de hát látnom kell, mi van a falakon. Képek. Tessék megnézni telefonon. Úgy mondta, azzal a hangsúllyal, mint egy poént a 60-as évekből. A poroltók az álom mélyén úgy is nevettek, akár a legnagyobb képtelenségen. Ja, majd telefonon képet, majd pont. Szánkó majmot mi? Jó, hogy nem hímes baltát, orszarvút kisdeddel. Szóval letisztult, szerethető szorongás. Ha van ilyen. Illetve ha nincs. Tulajdonképpen annyit akartam mondani, hogy igen, közel állnak hozzám László Kisdezső munkái, és ezt mondtam is, úgyhogy befejezhetem egy másik idézettel, alig hanem a kiállítás megnyitók leggyakoribb mondatával, aminek talán nincs is eredetie. A kiállítást ezennel megnyitom.